Görögországban a tesszaloniki mezőgazdasági vásár is alkalmat adott a gazdáknak a hétvégén arra, hogy tiltakozzanak az ágazat jelenlegi szabályozása ellen. Traktorok százai lepték el a nagyvárost, azonnali intézkedést követeltek a kormánytól és az Európai Uniótól is. Azt mondják, hogy különben nem tudják fenntartani gazdaságaikat. A tiltakozók egyike szerint az uniónak változtatnia kell agrárpolitikáján, hogy a gazdák meg tudjanak élni, legyen elegendő bevételük és lehetőségük a növekedésre. Ha így maradnak a dolgok, ha senki nem tesz semmit, akkor a termelői szektornak vége, teszi hozzá. Habár a görög kormányfő egy sor intézkedést bejelentett a közelmúltban, a gazdák szerint ezt nem gondolhatja komolyan a kormány, ennél sokkal többre volna szükség. A demonstrációkat szervező testület egyik tagja úgy fogalmaz, hogy az intézkedések, amelyeket a kormány bejelentett, köszönő viszonyban sincsenek a kialakult helyzettel. Költségeik az egekbe szöktek, és közben megalázóan csekély áron tudják csak értékesíteni a terményeiket és a termékeiket. Pedig az országnak volna rá pénze, hogy támogassa a termelőket, a tiltakozók így látják. A költségeik reális mértékű csökkentését követelik, mondja ez a gazda, hozzátéve, hogy nem akarják feladni a gazdaságaikat, az otthonaikat, a hazájukat. A tüntetők végül is kivonultak Tesszalonikiből és visszatértek az úttorlaszokhoz, amelyeket Görögország középső és északi részén emeltek. Legközelebb kedden tanácskoznak arról, hogyan tovább, de nem valószínű, hogy eredmény nélkül hajlandóak lesznek lebontani a blokkádokat. Az Euronews riportere arról beszél, hogy csak pár hónap van hátra az európai parlamenti választásokig, és az európai gazdák éreztetik jelenlétüket kontinens szerte. A görög gazdák sem maradnak ki ebből, azt mondják, hogy a magas energia és nyersanyagárak miatt már azt fontolgatják, hogy felszámolják gazdaságaikat.